1943. július 7-én eldőlt. A szülőföldön maradás népszerűsítő programsorozatot szervezett, ez hát a Hon mottóval, a Géniusz Jótékonysági Alapítvány a Rákóczi Főiskolával együttműködve kárpátaljai diákok számára. A projekt részeként a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával kárpátaljai honismereti szakmai tanulmányutakat valósítottak meg Gyökerek és szárnyak címmel. A záró program keretében a Málenki robotra elhurcoltakra emlékeztek. Kárpátalján lévő legismertebb, legnagyobb 44-es emlékhelyekhez visszük el a fiatalokat, 50 főt, akik leróhatják egyenletüket és tisztelekhetnek az ősök előtt, akik életükkel fizettek annak idején a szovjet rendszernek. Hiszen a kárpátaljai magyarság sorsa már 1943. július 7-én eldőlt, amikor Kernek, a moszkvai brit nagykövetnek írt levelében a külügyi népbiztos elmondta, hogy mindazért a bűnökért, mindazért a segítségért, fegyveres segítségért, amit a Magyarország, a Németországnak nyújtott, így vagy úgy, de a teljes magyar nemzetnek szenvednie kell. Ebből az indítatásból születik meg novemberben a 0036-os számú parancs, aminek értelmében a mai napig nem lehet tisztázni, hiszen egész kutatóintézetek dolgoznak rajta, hogy kiderüljön, hogy hány kárpátaljai magyar raboskodott a gulág táborokban. Jelen esetben ilyen 25-30 ezer fő az, ami már feldolgozott és biztos, de egyes kutatók 40 ezerre teszik ennek a számát. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok tisztában legyenek azzal, hogy a 44 őszén a szovjetek megérkezésével a kárpátaljai magyarság, a teljes kiszolgáltatottság, a megaláztatás, a megfélemlítés, a kilátástalanság és a reménytelenség állapotába került, hiszen az erőszakos kolhozosítás, az államosítás, az értelmiség lefejezése, az egyház üldözése, és mindaz a kegyetlenség, ami akkor jelen volt, az nem szabad elfelejteni, arra emlékezni kell. És a legjobban úgy lehet megtanítani a fiatalokat arra, hogy mi is a múltunk, hogyha interaktívvá, vagy különböző helyekre elvisszük őket, hogy ők is megéljék ezeket a pillanatokat, is átéljék.